ahol felállja a kezét, ez az, hogy elmenni a dolgot. Tehát, hogy semmilyen a lemondás, az mindig az emberek tudnak lemondani dolgok és törekedni és küzdeni, az egy jó tulajdonság. És ugye ezeket teljesen megszűnik, az ilyen intoxikáló szerek, azok teljesen elveszik, minden annyi akarra, gyengébb lesznek emberek. Azt hiszem, hogy ez a vallás négy lábát így lehet tönkretenni. És akkor Prabhupád azt mondta, hogy egy igazságos társadalomban, egy isteni társadalomban a királyok, akik ezek a rádzsarisik voltak, ők őrizték a vallásnak a négy jelvét. És nem voltak ilyen dolgok, hogy az mondta, hogy mindent be kéne zárni, az összes kocsmát, az összes szerencsejátékos helyet, ahol ölik az állatokat, ahol eladják az állatokat, ezt mind bezárni azonnal. És akkor utána elindulna valami fajta változás. De mivel hogy a kormányok, meg a, ugye ebben nagyon nagy pénz van ebben, ezért fenntartják, és utána ezért, mivel az emberek rosszul cselekednek, rossz visszahatásokat kapnak, rossz tulajdonságokat fejlesztenek, ezért rossz körülmények lesznek. Tehát ezért így ez egy ilyen ördögi kör, amiben... És akkor próbálják megszüntetni a rossz visszahatásokat, az, hogy ne legyen erőszak, de közben megengedünk egy ilyen reklámot a tévében, amiben már a gyerekeket arra neveljük, hogy öljenek és menjenek és tiporjanak és lőjenek le mindenkit, és hogyha nem az történik, amit ők akarnak. Szóval ez egy ilyen nagy ostobaságnak a fölépített ilyen illúziója, tehát egy szörnyű, tehát ami van. Szerinted az akaratgyengeség, ez tulajdonság, vagy neveltetés? Ez kötőerő. Lehet, az a tudatlanság kötőerő. Igen, ki kell jönni a tudatlanság kötőerejéből. De ez, pont ezt mondom, el is indultunk ugye azon a témán, hogy a jóga az a személyiségfejlesztésnek a tökéletessége. És miért? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogy hogyan tud megváltozni a világ, hogyan tud megváltozni a személy, hogyan tud megváltozni egy család, és ugye hogyan tudnak megváltozni közösségek, és hogyan tud megváltozni egy ország és az egész világ. Nagyon egyszerű. Ugye a jógázás az miért tudja megmenteni a világot? A jóga oktatók, akik tudják miről van szó, azok miért tudják megmenteni a világot? És miért fogják megmenteni majd a világot, amikor egy nagyon rossz helyzet lesz? Mert ők gyakorolnak egy olyan folyamatot, ami fölemel bennünket egy transzcendentális lelkisíkra, de ha már nem is lelkisíkra, legalább a jóság minőségére. Ugye? Erről beszél a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita-ban minden benne van. Nem kell olvasni az embernek semmi más, csak Bhagavad Gita-t, és te minden tökéletes tudást meg fogsz kapni. Hogy hogyan teheted tökéletessé az életedet és a világot. Minden abban a 700 versben benne van, dióhéjban. És ott le van írva, hogy ha te elkezded gyakorolni a jogázásnak a különböző formáit, mint karma jóga, ugye cselekedeteken keresztül való kapcsolódás. Az a lényeg, hogy mindent, megismered az eredeti természeted, megismered, hogy te egy örökkévaló lélek vagy, akkor onnastól kezdve megváltozik a célod ebben a világban. És akkor ugye azt a célt elérni, elkezdesz menni különböző utakon, olyan utakon, amik valók hozzád a te képességeidhez képest, vagy a te képességeidhez mérnek. Ugye? Karma jóga, gyána jóga, gyána jóga, meditációs jóga, szakám karma jóga, niskám karma jóga, nagyon magas szinten gyakorlók, azok a bhakti folyamatával mennek. És akkor mindenki emelkedik egy önmegvalósítási cél felé, és elkezdi szépen lassan a kötőerőből, a tudatlanság és a szenvedély kötőerejéből kiemelkedve elindulnak a szatvaguna felé. És ugye a 16. fejezet Bhagavad Gita-ban le van írva az isteni és a démonikus tulajdonság, és ki vannak elemezve ott az utolsó fejezetekben, hogy mik az anyagi kötőerő, mi a tudatlanság, mi a szenvedély és mi a jóság. És ugye a jógában ugye ott vannak ezek a szabályok. Ugye úgy mondja a Bhagavad Gita-ban Krishna, hogy a szabadság szabályozó elveit követve a jógi fölemelkedik transzcendentális szintre. Tehát a szabadság szabályozó elveit követve. Ugye yama, niyama, asana, pranayama, elkezdünk követni a tisztaság, elkezdünk tisztán étkezni, elkezdünk tisztán
mosakodni, aludni, minden, elkezdünk tisztán élni, és mellette elkezdjük gyakorolni egy lelki folyamatot, ugye a jogázás, a spirituális folyamat, az ászana gyakorlás, a meditáció, ezeket a dolgokat, és szépen lassan elkezdett észrevenni, hogy kiskacsákból hattyúk lesznek. Fölemelkedsz a tudatlanság, a személy, a jóság minőség, és a jóság minőségének a kötőerői, ott leírja, hogy milyen a jóság minőségében lévő ember. Békés, jó szándékú, akarat, tehát van akaraterő, tudás, jó indulat, önzetlenség, áldozatkészség. Van tulajdonságok, amiket csak ilyenkor nézek, hú, hát Assisi Szent Ferenc, meg Teréz anya, meg egy-két pár ember ráérik a leírás, azon túl meg senkire. De ez a jóság minőség, ez egy jóginak a tulajdonsága. Ezeket a tulajdonságokat fejlesztjük ki. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy akik elkezdik ezt a folyamatot, a jogázásnak a helyes vezetéssel, tehát ilyenkor mindig visszatérek rá, hiteles a folyamatot, hiteles tanítótól, hitelesen végezze, akkor ez ki fog emelni téged a jóság minőség. Mert a tudatlanság minőségében lévő ember milyen? Durva, mogorva, akarat gyenge, pont azok a tulajdonságok. A szenvedély kötőerője az már ilyen csapongó. Ó, most lelkes vagyok, most nem érek el az egész, most ez, ahogy emelkedsz, hogy itt szépen kitisztul a kép. Ezt saját magunkon ugye lehet tapasztalni, hogy haladsz évek során, és akkor mindig van feladat, mindig a szívben van mit tisztítani. És akkor fölemelkednek a jóga gyakorlásával, egy társadalmat lehet fölemelni, akkor ez a világ megváltozik. Tehát az egyéneket kell nekünk meggyógyítani. Mert ugye egyénekből áll össze egy kis család, egy társadalom, ugye egy családban, hogyha problémák vannak, garantáltan biztos, hogy rengeteg olyan példa van, amikor van egy család, rengeteg rossz kapcsolat, és akkor elkezd, mondjuk a családnak az egyik tagja elkezd spirituális dolgokkal foglalkozni, elkezd kiemelkedni, és előbb-utóbb magával húzza a többi. És észreveszed, hogy mondjuk mennyi probléma volt egy kapcsolatban, ameddig az egy másikon mozgott, és utána mennyire nincs. Aztán utána meg tud változni egy család. Teljesen nincs konfliktus, nincsen jó dolgok történnek, boldogság van, elégedettség. Azért, mert egy másikra próbáljuk helyezni. Tehát teszünk törekvést, fölemeljük a kapcsolatokat a jóság kötőerejébe. És aztán utána a lelki szintre, transzcendentális szintre. És akkor ugye, amikor ez megtörténik az egyénekkel, megtörténik ugye a kisebb szférákban, akkor ez ugye, amikor ebből összeáll, akkor az egész társadalom hirtelen csak ott lesz, hogy nem tudom elképzelni, hogy ebben a világban, Kali Yugában, ebben a korban ez meg fog tudni történni. De Srila Prabhupada azt mondta, hogy az embereknek az 1%-a Isten tudatos lesz, akkor ez a világ Vaikunthává fog változni. Ami azt jelenti, hogy Vaikuntha a lelki világ. Csak az emberiség 1%-a. Olyan hatással lesz ez majd a társadalomnak. És ezért mondtam mindig, hogy mondta baktáknak, jogiknak, hogy jogásoknak, hogy a ti minőségeteken múlik a világ. Hogy mi fejlődjünk. Mert olyan hatással leszünk az emberekkel, hogy akkor megváltozik a világ. És mondta, hogy csak 1%-a az emberiségnek olyan lesz, mint ti, akkor az világ legvilágra fog változni. Szóval, hogy nagyon fontos dolog az, hogy mi magunk minél tisztábbak legyünk, és annál tiszta személyiségeknek mindig van nagy hatása. Mindig hatással van az emberek. Amennyire tiszta vagy, annál nagyobb hatással vagy a környezetedre. És akkor fog változni az egész dolog, szépen kiemelkedik, és akkor utána megszűnnek ezek a problémák. Tehát képzeld el azt a társadalmat, amiben mindenki jogázik, mindenki érti a jóga filozófiát, most ha jogázik, az nem azt jelenti, hogy most valami fajta jogát csinálok, ami még jobban növeli az egómat, hanem hitelesen tudom, hogy mi a jóga folyamatnak a célja, haladok az úton, próbálom megváltoztatni a személyiségemet,
és már átalakítom az életet. Megértem azt, hogy mi karma. Ez, hogy az egész világ hogyan működik. Megértem azt, hogyha csinálok egy jót valakivel, jó visszahatások, akkor velem is jó dolgok történnek, ha valakinek csinálok egy rosszat, akkor meg, ugye ez a joga filozófia első lépcsője, nem? Jogások egy pár, kicsi idő után, egy pár alkalom után már azt mondják, hogy oké, ezt vágom karma, hát, tudom én már nem rúgom le az autó visszapillantó tükrét, vagy csak azért beszólnak. Mit tudom én, tehát hogy így nem baseball ütővel megyek neki a nem tudom kinek, hogyha nem adott egy szálcigit. Ugye ezek így kimész az utcán, és akkor látsz ilyen szép történeteket, amiket nap minden úton útféle. Szóval, hogy amikor az emberek fölemelkednek már erre az alacsony szintre, képzeld el, hogy akkor minden megváltozott. Ugye? Nem kell zárni az ajtókat, mert senki nem fog ellopni semmit, és akkor... Confirm. Jó, van, hogy jó. Szóval, hogy... tehát, hogy akkor képzeljétek el, hogy az emberek, amikor így gondolkoznak, hogy mindenki csak jót akar tenni a másikkal, mindenki csak segíteni akar valamiben a másiknak. Ugye ma 10 000, tök jó, hogy ez most eszembe jött, majd 10 millió szoros nap van. Ezt fel akartam írni a Facebookra, de valahogy egész nap nem jutott eszembe. 10 millió szoros nap mit jelent? Ez egy nagyon kedvező asztrológiai időpont, Buddhával is kapcsolatban van, de az a lényeg, hogy ma, amit teszel, sokkal nagyobb hatása lesz, mint más napokon. 10 milliószoros nap. Azt az emberek elfelejtik, hogy a rossz is 10 milliószoros nap. Szóval, amit ma csinálsz, gázos dolgokat, annak a nagy szorosát meg, ami azt mondja, hogy ó, csak a jó dolgok. Most kimegyek, és akkor ma mindenféle olyan dolgot fog, olyan percet, mert nem az, hogy elkezdek itt mindenkivel jó dolgokat csinálni, hanem olyan dolgokat fogok csinálni, amiből ugye elmegyek, és akkor most itt olyan pénzt szerzek valamit, akkor most dolgozok, akkor biztos. Tehát itt is a központja általában az szokott lenni, hogy most nekem. Hogyan tudok magamnak egy jobb szituációt kreálni, tehát nem az van, hogy én most kimegyek és már elosztogatom az olyan vagyonomat, mert majd jó dolgot akartam csinálni, ami jó visszatás, hanem hogyan jutunk valami még nagyobb boldogsághoz. Az önzés az egy kicsit ebbe is belejátszik, de azt a dolgot elfelejtik, hogy amíg ilyen gázos dolgokat csinálják az emberek, meg rossz vitelezni, az is 10 millió szorosan elfelejtettem megosztani a Facebookon, hogy mielőtt még mindenki örülne, hogy 10 millió szoros nap van, akkor ezt gondolják át, hogy ma mit tesznek. De egyébként mit ajánlasz ilyenkor, mondjuk egy kezdő joginak, hogy mik azok a cselekedetek, amit mondjuk a társadalom érdekében tudna tenni? Olvass el a Bhagavad Gita-t. Az az első. Első dolog tudást szerezni. És amikor tudod, hogy mi a valóság, ugye, akkor tudod, hogy hogyan cselekedj, akkor már nem kell elmondani neki. Szóval le van írva, te Bhagavad Gita-ban, ugye ott azzal kezdődik, a második fejezet, ugye onnan kezdődik igazából a Bhagavad Gita. Tizedik versig Arjuna elmondja, hogy hát nekem mennyi problémám van. És akkor utána a tizedik versnél, a tizenegyedik versnél azzal kezdődik, hogy ne ostoba vagy. Szó szerint azt mondja, asócsasszán. Úgy beszélsz, mint egy műveletlen ember, pedig ez nem rád van, aki tudja az élet valódi értékét. Második vers. Te lélek vagy. Soha nem pusztulsz el, örökké való vagy. Egész reinkarnációt elmagyarázza az egészen a 30. versig. Ez minden filozófia alapja. Ameddig te azt gondolod, hogy ez az anyagi test vagy, addig nem mondhatsz senkinek semmit. Mert nem lesz értelme. Onnastól kezdve, hogy megtudod, hogy ki vagy te, utána tudsz cselekedni. Nem? Szóval addig, ameddig én nem tudom, hogy ki vagyok, mi az a világ körülöttem, és hogy mi jó és mi? Tehát addig, ameddig azt nem tudom, hogy én ki vagyok, addig nem tudom, hogy te ki vagy. Addig nem tudom, hogy mi ez a világ, mi a viszonyom a világban. Mi a rendszer a világban, ami alapján én tudok valami olyan dolgot csinálni, ami jó nekem, a valódi önvalómnak. Nem a testemnek, meg az elmémnek. Én
lehet valakit segíteni. Tehát először tudást kell mindig adni. És amikor van tudás, ezért nagyon fontos lenne, hogy embereket a médián keresztül ezeket a dolgok elkezdeni oktatni. Emberek akarnak boldogok lenni. Emberek akarnak egy jó életet. Akarnak egy jó világban élni. De ha nincs tudásod, hogy mi jó és mi rossz, mit csinálj és mit ne csinálj, addig nincs értelme semminek. Nem? Most hogyan érsz el egy folyamatban, tegyük fel azt, hogy boldoggá válik, az egy folyamat. Hogyha te nem tanulod meg ennek a tudományát, a boldogság művészetét, ami az önmegvalósítás tudománya, addig nem lehetsz boldog. Mert egy rossz helyen keresed mindig. Ugye, sivatagban lehet keresni vizet. Most Borgovinon a rágyúnál emelkedett, lelkített, hogy neki már nincsen, nem eltávolodott egy 10-15 éve. Ő neki hallgattam egy előadását. Csodálatosan egyszerűen magyarázni ezt az egészet. Amit a Bhagavad Gita-ban is le van írva, hogy Dajvi és a Gunámai, a Mumai Gyuratja. Szóval, hogy ez az anyagi világ az alsó bolygóktól a felső bolygókig a szenvedések helye. Itt nincs boldogság. És ez olyan, mint a sivatagban a déli bár. Úgy néz ki, mintha lenne, de nincs valóság szubstanciája. Nincs. Csak mész és futsz, és mindig gondolod, hogy majd eléred, te nem fogod elérni sosem, mert ott nincs, az egy tükörkép. Az egy nem létező dolog. És mi ezt próbáljuk itt hajtani, az anyagi világ. Mi akarunk boldog lenni, de nem tudom, hogy ki vagyok én, és ezért nem tudom, mi a valódi boldogság sem. Ugye az, hogy itt-ott van egy kis déli bármit, ott feltűnik valami, de alapvetően nincs. Shruti Sukha, szóval mondják szanszkritul, hogy a hallott boldogság. Mindig csak hallunk róla, senki nem tapasztalta. Mindig jó marketing van az anyagi világban, és ugye, mivel ez egy nagyon népszerű dolog itt az anyagi világban, és mindenki szeret részt venni népszerű dolgokban, ezért hülyének vagyunk titulálva, hogyha mi is nem veszünk részt a dolgokban, ezért mindenki nem csak kérlek, boldog is. Mutass egy olyan embert, aki boldog. Nagyon sok tulajdonságot el lehet mondani, aki gazdag, aki híres, aki okos, aki nagyon sok név jön. Mondj egy olyat, aki boldog. De mi a boldog? Boldog? De várjál, ő vagy te? Ő. Készítenék vele egy riportot az anyavében. Ez a Sankhya filozófiában Kapila Dévi elmondja, hogy mi megy keresztül a bébi az anyavébe. Ez egy ilyen kis New Age filozófia, hogy hát ez az egyik, a négy szenvedéskül az az egyik a születés. És a védikus szentírások azt mondják, hogy a születés fájdalma az sokkal durvább, mint a halál. Mert annyira nagy sok. És ott bent, amikor pláne, amikor már fejlődik ki a baba, akkor hát írja, hogy úgy feszül meg a gerince, mint egy íj, és akkor így a testi savak, meg minden, és hogy hát ez Kapila Dévi mondja a Bhagavatamban, hogy amikor az élő lény, akkor még emlékszik az előző életére. És egyfolytában imádkozik Istenhez, hogy csak ebből a szörnyű helyzetből szabaduljon ki, következő életében csak őt fogja szolgálni, és az önmegvalósítás útját fogja járni. És akkor jön a születés pillanatában jön egy óriási nagy fájdalom, kitörlődik minden, és belemegy az illúzióba, és akkor folytatja. Ez így van elrendezve. De az anya mivel emlékszik, mert nagyon szörnyű körülmény. Nem annyira kellemes. Ezért van az, hogy felső bolygón, a védikus szentírások azt mondják, hogy a felső bolygókon félistenek, meg mennyei lakók, ott egy nagyon hosszú ideig élnek, és ott nincs terhesség. Ott a terhesség az az, hogy megfogad a gyerek, azonnal megszületik és azonnal felnek. Nincs az a gyerek, idióta vagyok, tudod, hogy beszélni sem tudok, enni sem tudok semmi, hányom magam, ezt az magam. Ott nincs, ott azonnal felnőnek.
És az úgy van állítólag, hogy a tévisten, részformákban, az a védikus szentelésre volna leírás a felső bolygókról, ahol el lehet jutni, és ott nagyon hosszú ideig élnek, és nagyon csak élvezet, és mindenféle jó dolog van. És ugye ott is nem is fogad meg gyerek, csak akkor már egy élőlény elhagyja a testét, tehát egy hölgy, egy félisteni hölgy, lejön, akkor az utolsó idejében, ők nem öregszenek, ott nincs öregség. Akkor megfogad, akkor ad életet egy gyermek, és utána ő eljön, és a gyerek azonnal felnőtt. És nincs itt az a szenvedés, a gyerekkornak a szenvedése, hogy tehetetlen vagy, hogy nem tudom még élvezni az életet. Hanem másképpen. Szóval ez nagyon világos. Próbáljuk a legkényelmesebb helyzetet nekik biztosítani, meg ugye ott van egyfajta védelem, de nem kellemes. Szóval legalábbis ez a védő szentírásoknak az álláspontja. És van benne igazság. Kellemesebb helyzet ezt már neki megkívánok. Szóval próbálom vigyázni rájuk, amennyire lehet, és a legjobban. Ezért nagyon fontos a jövédés, mondja, hogy a kismamáknak, hogy ez alatt az időszak alatt, ugye, hogy nem enni sósat, nem enni fűszereset, mert az mind szemben megtölve égeti őket, meg nem. Tehát ez nem időt. Ha arról nem is beszél, hogy dohányzok alkohol, meg minden szénsavasítő, ilyesmi, megölöd a gyereket, és így sem könnyű, de legalább. Ja igen, szóval visszatérve erre, hogy az anyagi élet, az anyagi világ, az a szenvedések, tehát ez a sluti szukász, hogy nincs boldogságunk. Szóval az, hogy néha valami feltűnik, és akkor úgy gondoljuk, hogy éppen nem annyira szenvedünk. De boldogság az azt jelenti, hogy tökéletesen elégedett ember. Aki azt mondja, hogy nincsen bakacs Isten. Ugye? Oda visz egy ember, ez mit szeretnél? Hát nincs annyi időt, hogy végigérj a listát. Az azt jelenti, hogy nem volt. Egy tökéletesen, hát Prabhupád szerette használni ezt a példát, amikor azt mondta, hogy ebben az anyagi világon két boldog élőlény, az önmegvalósított lélek, aki állt maráma, önmagában elégedett, megtisztult jogi, és a disznó. A disznó abban az illúziójában van, hogy ő megeszi a saját ürülékét, és ő azzal is boldog, és ennyi. A kettő között mindenki szenved. És van három fajta szenvedés, amit ugye a Patanjali Yoga Sutrákban a hatha joga pradipika is leírja, hogy Adhi Daivika Bauti, Adhyatmika, Adhi Bautika, Adhi Daivika, és Adhyatmika, Klesha. Ugye ezeket a klésát, a klés azt mondja, hogy ez egy szenvedés. Ugye a más élőlények által, az anyagi természet által és a félistenek által az az ilyen... tehát van különböző szenvedések. Ugye ezeket kell elviselni az élőlénynek, és ezekről a szenvedésektől megszabadulni a joga folyamatával. Ez a joga szentírásokban le van írva, hogy ez a joga folyamatával meg lehet. Kicsit másképpen van fogalmazva a Bhagavad Gita-ban. Felemelkedni a Brahma Buddha szinten meg szabadulni a kötőerők hatásától, és megszabadulni a rossz karmáktól. De aki nem ért el azt a szintet, mindenki más szenved. És csak néha jön valami, és akkor ugye szeretem használni ezt a példát is, hogy az élővény eredeti természet az örökké való, teljes gyönyörűen állandával rendelkezik, de csak akkor, hogyha kapcsolódik az eredeti energiaforráshoz, Istenhez. Hogyha vele van, ha mindent kapcsolunk, akkor az lelki, ha meg elvágod, akkor meg minden halott. Semmi nem valós, semmi nem. Tehát, hogyha Istennel kapcsolódjunk, és a jóga szó, az azt jelenti, hogy kapcsolódás, ugye? Ez a jóga. Hogy hogyan tud mindig kapcsolódni, és akkor tudsz boldog lenni, hogy nem. De hogyha pillanatilag azt érezzük, hogy boldogok vagyunk, akkor az csak egy materialista boldogság? Tehát az abszolút a kötőerő visszahatása vagy? Ma hallgattam egy nagyon jó leckét, nagyon sok leckét hallgatok, és ezért mindig van, pont erről volt ezen Bhakti Vigyapurna. Ó, tényleg, jut eszembe, jött Bhakti Vigyapurna Swami Magyarországra, júni 23-tól 29-ig, hétfőtől vasárnapig. És szeretném a vasárnapi
programra, vagy péntek este ide elhívni, pont úgy lesz, hogy a két hét múlva, vagy vasárnap reggel délelőtt oda egy előadásra hozzánk, vagy pedig ide. Nagyon-nagyon speciális személy. Annyira hihetetlenül, hogy meglátjátok és el fogtok olvadni. Szóval, hogy a két lábon járó tudás, lemondás, bölcsesség és meg minden megvalósított szinten egy hihetetlen személy. Labdodban pont adottam. Igen, hogy erről beszélt pont, hogy miről beszélt? A boldogságot kínálnia vagy sem, vagy hogyha... Ja, igen, és akkor arról volt szó, hogy ugye egy tiszta élőlény, ő mindent kapcsol Istenhez. Most ez teljesen független, hogy a lelki világban van, vagy itt van az anyagi világban. Tehát egy önmegvalósult lélek, egy jógi, az mindent, mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy egy önmegvalósított személy mindent velem kapcsolatban lát, mindent bennem lát, és önmagát is bennem látja. Ez az önmegvalósított jógi, aki mindent kapcsolatban lát vele. Mert minden Isten energiája, minden, tehát az ilyen transzcendentális látással rendelkező személy semmit nem tud külön. És ezért ő örökké való boldogságban van, mert kapcsolódik az energiához. Az anyagi világban a feltételekhez kötött élőlény meg semmit nem lát kapcsolatban Istennel, és onnastól kezdve bármi, amit érez, az nem valós. Ezt értitek? Nem, mert mi van a kettő között? Nem valós. Tehát amikor van egy valós szubstancia, tehát hogy van egyfajta érzés, de mivel hogy egyrészt az idéglenes jön és megy, és a koncepció is az, hogy mivel nem kapcsolódik a lélekhez, mert a lélek az valós, Isten az valós. Ez az állandóan változó világ, ha bár van, mivel állandóan változik, nem valós. És a koncepció az, hogy én boldog vagyok, az sem, mivel állandóan változik, az sem valós. Most valós az a szituáció, azt mondom, hogy kapsz már egy autót, de holnap elveszik, és tegnap sem volt. Akkor mondhatom azt, hogy neked van egy kocsi? Mondhatom, mert most effektíve van egy kocsi. De effektíve meg nincs kocsi. Mert tegnap sem volt, és holnap sem lesz. De ha örülök elégen a világomnak. Ha kapcsolatban van Istennel, ha te tudod úgy látni azokat a virágokat, de hogy minden Isten energiája, és milyen csodálatos az a teremtés. Jó, de akkor az teljes a boldogság? Én vagyok a kettő között. Akkor az lehet. Az egy lelki boldogság. Amikor azt mondod, hogy kimész a rétre, és fölnézel az égre, és azt mondja, látod a napsugarakat, és azt mondja maga a Gitában, hogy én vagyok a napnak a fénye, és a holdnak a fénye. És ugye amikor azt hiszi Szent Ferenc, mert mint egy bolond. És akkor ment, és énekel, és a virágok, és a madarak, és azt mondja, hogy ez egy bekattant ember. És így pörgött az álmodába, a boldogságba, mert mindent kapcsolatban látott Istennel, és ilyen kész volt. És mindent tudott látni. Amikor azonnal, tehát amikor te isteni tudatban nézel, ez jelenti szamádi. Ez jelenti a legmagasabb szintje a jógázásnak. A 8 fokú jóga rendszerben, amikor te szamádiban vagy, akkor te megvalósítod, hogy te lélek vagy, kicsoda Isten, és megvan ez a kapcsolat, megvan a kontakt. Az ilyen jógi állandó szamádiban van, ezt mondja a Bhagavad Gita. Ő állandóan elmerül a transzcendentális tudásban, és a transzcendentális tudás szemével, gyánacsaksus, ezen a szemen keresztül lát minden, és minden kapcsol Istenhez. És amikor azt mondod, hogy érzel egy gyönyörű vagy jó illatot, és tudod, hogy minden, mondja a Bhagavad Gita, hogy minden csodálatos dolog, parányi szikrámja az én tulajdonságaimnak. Tehát egy szép dolgot látsz természetben, nézd meg, ez mind az ő energiának a megnyilvánulás. És te mindent kapcsolatban látsz vele, akkor az egy valós boldogság. Amikor meglátsz egy virágot, és azt mondja, ezt leszedem, mert én otthon szeretném magamnak, hogy szagolgassam, és hogy és akkor én élvezem a természetet, függetlenül Istentől, onnastól kezdve az nem valós. Mert annak lesz egy eleje és egy vége, és onnastól kezdve az nem valós szubstancia, ott van egy elképzelés. De akkor ezt lehet mondjuk olyan sárban helyezni, hogy azt, amit mondjuk megveszünk, vagy tárgyak, vagy minden, ami materiális dologhoz kapcsolódik, az nem valós boldogság, és minden, ami természetes. Ez a te tudatod, nekünk nem a dolgokkal van bajunk, a tudattal van a baj. Érted? Lehet számítógépet, lehet bármit,
Lehet feleséged, családod, gyereked, pénzed, minden. Ha te mindent kapcsolatban látsz az Istennel, és hogyan foglalod le ezt az Istennel való kapcsolatodban, akkor az tökéletes és valós. Mindent, amit te tőle függetlenül akarsz élvezni te, mint Isten, elképzelés az, hogy én Isten vagyok, eleve az elképzelés az, hogy én Isten vagyok, Isvaróham, Aham, Bógi, én vagyok az irányító és az élvező, ez a hamis egónak a két fő bástyája, amit a jógi le akar rombolni. Azzal, hogy feladja a hamis egót. Mert ez minden rossznak a forrása, az, hogy azt gondolom, hogy eljön az élőni az anyagi világból, és én itt élvező és irányító vagyok. És kapsz egy illúziórikus szerepet. Kapsz egy testet, kapsz egy körülményt, és kapsz egy illúziót, ami befed, és akkor te azt gondolod, hogy itt a tyúkudvarban te vagy a nagy kakas. Érted? És elfelejted Istent. És a jóga erről szól, hogy tik-tik, itt vagyok. Egy nagyon jó példa, szintén Bhakti Vinod Purnaswami, ez olyan, mondta, hogy a feltételekhez kötött élőlények az anyagi világban, és a lelki világ élőlényei, vagy az anyagi világban lévő önmegvalósult lelkek között mi a különbség? Olyan, mint amikor egy anya főz. Van 10 gyermeke. Kiteszi az ételt, és mindenki nagyon-nagyon értékeli a hú, milyen jó étel, milyen finom, és mindenki mondja egymásnak, hogy milyen szuper és milyen csodás, és ebből csak 5 tudja, hogy az anya főzte. A másik 5, az csak értékeli, hogy mi van ott, élvezik, de nem nincs hála. Az, hogy értékelik azt, hogy az édesanyja főzte. Mert azok, akik tudják, hogy az édesanyja főzte, azok sokkal jobban fogják értékelni, főleg azt a törekvést, azt, hogy ugye ezt az anyjuktól kapták. És az anyjuknak az odaadása feléjük. Ugyanez a feltételekhez kötött élőlény, nem tudunk függetlenek lenni Istentől. Az ateista sem tud függetlenni Istent, mert itt él Isten teremtésében, az anyagi kötőerőknek a hatása alatt ő is kapcsolatban van, mert minden ő. Minden atom és atom között, minden, a halott anyag, a halott anyagot megmozgató élőlények, a dzsívák, minden Istennek a szerves része. Ő minden energia forrása. Csak vannak élőlények, akik abban az illúziórikus tudatban vannak, hogy ők függetlenek. De az is egy illúziós, ezért nem valós. Érted? Mert nem tudsz független lenni Istentől. Lehet egy illúziórikus elképzelésed, hogy te az vagy. És akkor jössz ide az anyagi világba, és kapsz egy testet, és akkor elképzelheted azt, hogy te uralkodhatsz. De ez az uralkodás is illúzió, mert nem uralkodsz. Csak az illúziója van meg. Lehetsz boldog, de nem leszel, mert függetlenül nem tudsz. Na minden csak jön, és meg valami feltűnik, és majd el is tűnt. Tehát az a tipikus, hogy mész a sivatagban, és látod a déli bábot, és gondolod, hogy ott valami van, és mész, és ruti szuká, és csak hallottam róla, mindenki azt mondja, hogy boldog leszel. És az anyagi világban egy ilyen tendencia, egy baptisztát, a Saraswati Maharaji mondott egy csodálatos történetet régen. A cirkusznak a sztoria, ez egy nagyon-nagyon jó történet. Indiában, ugye ő India, tehát egy 100 évvel ezelőtt, a Srila Prabhupádnak a lelki tanítómestere volt, és mondta, hogy Indiában érkezett egy faluban egy cirkusz. Óriás, egy héten keresztül építették az óriási sátrat, mindenki a faluban a csodájára járt, és hogy mondták, egy hét múlva van itt a cirkusz. És akkor az volt, hogy végül tényleg fel is épült, eljött a nagy nap, állt a sor, hogy na, akkor most akkor mit fogunk látni a cirkuszba, senkit nem engedtek be a cirkuszba. És akkor állt a nagy sor, és mondták, hogy oké, nagyon szuper, mindenki bejöhet, de csak egyenként. Jó? Tehát akkor hirtelen sorba rendeződtek meg, mert akkor ha csak egyedül lehet be megnézni, akkor kivárjuk. És akkor az első ember nagyon szerencsésnek érezte magát, bement, becsukták mögötte a sátrat, üres, nézni, minden, semmi, és bemegy a tér közöttére, és ott az egy óriási ember. Ez gyere ide. Össze-vissza verte a figurát, piszkosul megverte, és nem mondta, hogy akkor most menjek ki. És akkor ment ki fel az ember, hogy úristen, ez, hogyha én most ezt elmondom kint, senki nem fogja elhinni, és engem vernek meg. És akkor gondolkozott úgy, hogy
hát akkor nekem ezt nem szabad elmondani, hogy mi történt kint, mert akkor én kerülök bajba, mert mindenki kint, ugye a reklám, Fruti Szuká, ez egy csodás cirkusz. És hogy én azt mondom, hogy itt szar volt a műsor, abból iszonyatos nagy balhé lesz, és ugye akkor kivett és mondta, hogy jaj, nagyon jó, mellétek! És akkor mindenki egyenként bement, mindenki össze-vissza lett verve, és amikor kijött, senki nem mert elmondani a másiknak, hogy ez egy nagy rakás szar. Bocsánat. Hogy itt nincs, mert itt mindenki ebben a világban arról beszél, hogy majd itt boldog leszel, és hogyha te nem osztod ezt a véleményt, akkor azt mondják, hogy te hülye vagy, és ellened, és megvernek. Ez egy népszerű gondolat. Ne beszélj már ilyenekről, élvezd az életet, de nem tudom élvezni az életet, te szerencsétlen. Na, bocsánat. Mindenki jön és mondja, hogy majd boldog leszel, és akkor megkérdezed az összes embert, aki mondta nekem, hogy legyél boldog, te boldog vagy? Hát nem. De akkor miért mondod ezt a hülyeséget, hogy legyek úgy boldog, ahogy te? Sruti Szuká. Bocsánat, nem szoktam ennyire kifelelni. De ezt az annyira... De tényleg, az emberek jönnek, és mindenki meg akar győzni az ő baromságáról. Majd te boldog leszel, csak csináld azt, amit nézd meg én is, hogy boldog vagy, nézd meg, egy romhalmaz vagy az életedben. Semmit nem értél el, és még aki elér is valamit, gazdag lesz, híres lesz, ismerek nagyon gazdag, nagyon híres embereket, emberi roncsok, pszichikális roncsok, teljesen kész vannak, szenvednek, mint a kutya. Nincs senki boldog. És látok önmegvalósított lelkeket, akik elkezdődnek a spirituális folyamatokon, és csodálatos eredményeket elérve tökéletesen boldogan élnek a világban. És van egy alternatíva, csak olyan embereket látok boldogan, csak olyanokat. És az összes többi ostoba, aki meg mondja ezt a nagy propagandát, és próbál meggyőzni arról, hogy te nem vagy normális, ahogy, amit te csinálsz, mert így mindenki boldog. De nem boldog senki, mert oda mész, és akkor mit szeretnél még az életedben? Jaj, még szeretnék egy nagyobb kocsit, egy nagyobb házat, meg egy ízét, meg a feleségemet, ha valaki lepattintaná végre mellőlem, akkor szeretnék egy másikat, egy új barátnőt, vagy esetleg meghalljon, mert az főz, de akkor mellette legyen valami még egy ilyen, meg egy olyan. Mi van? Most komolyan? És akkor te, én boldog vagyok. A boldogság az azt jelenti, hogy nem vágyom semmire már. Beteljesült minden vágyam. Az önmegvalósított lelkek, ők így gondolkoznak, amikor Diogenész ült a hordóban a semmivel, és akkor oda ment Nagy Sándor, és mondta, hogy állj alá, mert ez a vasz, nem tudsz nekem adni semmit. Ő azért szerint, hogy önmegvalósított lélek volt. Tudta, hogy lélek, nem ebben a világban. És ugye az sok Magyar Bhagavad Gita-ban ismét Krisna, hogy nem az éri el a boldogságot, aki próbálja az érzékeiken keresztül beteljesíteni a vágyait, hanem akit nem zavar a vágyak szakadatlan özöne. Ezt mondja a Bhagavad Gita-ban. Hogy nem az a titka, hogy, hanem hogy pont a szabadság szabályozó elvén keresztül fölemelkedsz transzcendentális szintre, és eléred azt a boldogságot, ami Parandó Istváni Vartaté. Egy felsőbbrendű íz az Istennel való kapcsolatban, a jógán keresztül az Istennel való kapcsolatban. Istennel való kapcsolat, na, tehát kapcsolódni Istenhez. Ez egy nagyon egyszerű dolog. A lelkület nagyon egyszerű, boldoggá válni, nagyon egyszerű dolog. És amikor az emberek elindulnak ezen az úton, akkor jó tulajdonságokat fejlesztenek ki. Transzcendentális jó tulajdonságokat. Mert az ilyen szenteknek az ilyen, ugye mindig ilyen etalonként kiírjuk a Facebookra egy nap 20 000-szer Teréz anya idézeteit, Assisi Szent Ferenc idézeteit, meg az összes, csak éppen senki nem követi. Senki nem akar úgy, ők miért voltak olyanok? Nem azért, mert ők nem tettek ki olyan fotókat a Facebookra, mint te. Hogy éppen ma mit csináltál, meg ezt hogy csináltad, meg azt hogy ittad, meg hogy buliztál, meg hol voltál. Ők nem azért, de közben nagyon-nagyon szeretem megosztani, mert milyen szép gondolatok. Jó, de nem akarsz te is magadnak ilyen gondolatokat ide? Saját gondolataitként? Azt már nem akarják. És akkor ilyen emberek az etalonok, nézzétek meg! Oké, de legyél te is olyan. Nem? És akkor az egész világ csodálatos lesz. De nem akarnak, mindenki akar menni a saját útján, ami nem vezet sehova, és közben megosztják a tudást másoknak, hogy
hogy igen, de te majd így boldog leszel, meg majd úgy oké. Okay. Szóval ezért a jogázáson keresztül feladva a misejtet, valódi jó tulajdonságokat fogunk kifejleszteni. Önzetlenség, alázat, kitartás, tisztaság, kívül belül gondolatokban, jó szándék. Ugye a Bhagavad Gita 16. fejezet, olvassátok el, milyen az isteni tulajdonságokkal rendelkező személy mások jólétéért cselekszik. Béket tűző. Tehát ezek a tulajdonságok, amiket mind nekünk el kell sajátítani, annak ellenére, hogy mindenki körülöttünk démonikus tulajdonságokkal rendelkezik. Mert azon. És mi is nagyon-nagyon sok rossz tulajdonságú van. Ugye nem mondhatjuk el mi sem azt, hogy mi is tökéletesen rendelkezünk. Kis szikrái vannak a jó tulajdonságoknak, és minél jobban haladsz ezen az úton, annál jobban megvalósulnak majd a jó tulajdonságok, de még az elején nagyon nem. Ugye, milyen én központúak vagyunk, önözővel kirígyek, maguk tudunk lenni, jó indulat, szóval, hogy sok-sok-sok anarta, ezeket úgy hívják, hogy a szanszkrit, hogy anarták a szívben lévő rossz tulajdonságoknak, a rossz cselekedeteknek, a rossz visszahatásai. És akkor ezeket a jógázás folyamatával, a meditációval, a mantrázással, a transzcendentális könyvek olvasásával, a tudás megszerzésével szépen ezeket a karmikus magokat kitisztítjuk a szívünkből. Ez jó van, megtisztítani a szívet, a tudatot, fölemelkedni. És akkor, amikor magunkon segítünk, akkor utána elindulunk azon, hogy akkor segítünk a körülöttünk lévő embereken. És akkor utána segítünk már azokat az embereken, akikhez nincs is semmi közük. Akkor utána az lesz, hogy akarunk mindenki segíteni. És ugye akkor az emberek, ahogy változnak, akkor az olyan, hogy lelki kreditet kap az ember abból, hogy másokat. Igazából, szintén Bhagavad Gitában van, hogy az a legkedvesebb nekem, az a legkedvesebb jógi, aki a rólam szóló tudást adja másoknak. Ez a hogyha meg akarod kapni Istennek a kegyét, vagy az, hogy a legmagasabb szintre jutni, az az, hogy te átadod a tudást másoknak. Mert még az sem. Az is kedves, amikor valaki gyakorol és önmagát akarja. De amikor te ezt másokon, tehát amikor osztod ezt a dolgot, akkor azzal kapod a legnagyobb. Ezért egy speciális dolog ez a jóga, tehát mindig szeretem felhívni az emberek figyelmét, vagy az oktatóknak a figyelmét arra, hogy ezt a transzendentális tudás, ez a legbizalmasabb tudás. Ezzel kirántod az embereket az anyagi élet szenvedésének a mély és óceánjából. És fel tudod őket húzni arra, azt kinyílik a szemünk, és ennél jobb dolgot nem lehet csinálni. Ennél jobb dolgot, ennél jobb karma, és ez mind anyagi szinten karmikusan a legállásosabb dolog, amit lehet csinálni, és lelki szinten is a legállásosabb dolog, amit lehet csinálni. Ha valaki fel akarja hívni magára Istennek a figyelmét, akkor még azzal sem tudja annyira felhívni, hogy bármilyen tökéletesen gyakorolva, mint hogy másoknak beszélsz ezekről a dolgokról. Szóval ez a legpotenciálisabb tisztító folyamat igazából. Sőm Szám egyszer mondta, hogy a mantrázás folyamata az egy nagyon, majd fogok ilyen bhakti jogán workshopot csinálni, mert meglátjuk, hogyha valaki egyáltalán jön. És ugye ott a mantrázásról fogunk beszélni, a mantrázás az egy nagyon potenciális folyamat. Igazából a mantrázás folyamata az Ashtanga jogában az a 5.-6. szinten jön, amikor van a pratyahára és a dárana szint, amikor behúzunk az érzékszerveket. És akkor kezdesz meditálni, és ott mondja a Patanjali Yoga Sutrának a 6. pratika, és ugyanakkor általában vagy multikon meditálnak, vagy a belső, vagy energiaközpontokon, de leginkább mantrákon meditálnak. Tehát az Ashtanga jogában is benne van a mantrázás. És ugye a mantrázás, az mondják azt, hogy ezerszeres, tehát hogy nagyon nagy hatása van, amikor az ember leül, és van azt mondják, hogy japa meditáció.
amikor leülsz, és van mantra füzére, a buddhistáknak is mindenkinek van ilyen mantra füzére, általában 108 golyó van rajta, és akkor leülsz, és akkor csak mondod a mantrát, és hallod, de te nem hangosan, csak magadnak, ezt úgy hívják, hogy japa. Leülsz, és akkor úgymond mormolod ezt a fajta mantrát, és akkor csak figyelsz a mantrára, és akkor az egy nagyon, nagyon potenciális dolog. Az, amikor összejöttök többen együtt, az a kirtan. Amikor hangszereket használnak, és akkor úgy énekelnek mantrát. Azt mondta, hogy ez ezerszeres a hatása, mint a japa. És amikor meg ezt kiviszed az utcára, hogy olyan élőlények is hallják, akik nem, ugye ez a kirtan az általában olyan helyen van, templomokban itt ott, ahol azért azok az emberek vannak ott, akik nincsenek, ez egy bensőséges dolog. És akkor utána, amikor ezt kiviszed az utcára, és akkor azt hívják, hogy szankirtan, olyankor a nagy kirtan, akkor a más élőlények is részesülnek abban, annak az áldása, hogy ez a hangvibráció van, akkor az még annak is az ezerszerese, a mantrának a hatása. Szóval ezért mondja a Srimad Bhagavatam 5000 éves indiai szentírás, ugye ami a Bhagavad Gita-nak a kicsit kiterjesztettebb, magasabb szintű verziója, az azt mondja, hogy Krishna Valmand, Krishna Krishnam, Sangho Pangasztas, Parsadam, Yagnaya, Sankirtan, Praya, Yajati, Hisu, Mekasam. Ez azt jelenti, hogy akik ebben a Kali Yugában intelligensek, Sumera szóval azt jelenti, hogy akik intelligenciával rendelkeznek, azok a Sankirtan jagja végzésével fogják imádni a korban megjelenő urat. Ami azt jelenti, hogy Chaitanya Mahaprabhu a 90 évvel ezelőtt Krishna jött, mint egy inkarnáció, és terjesztette el ezt a jugadalmát. A jugadalm az azt jelenti, hogy ennek a korszaknak a vallásos cselekedete. Minden korszaknak volt egy vallásos, úgy nevezik, hogy jugadalma. Ugye az a szalhajkornak volt az a meditációs jog, a gyána jog, az volt a jugadalma. Aztán utána volt az áldozatok végzése, a tűzáldozatok, különböző istenségek imádata a tűzáldozaton keresztül jagják, az volt a bronzkorban. Aztán Tréta jugában volt a Murti imádat, ami a templom imádat, az istenség előkülönböző, tehát Isten Murti formáit imádni az arcsana folyamatával. És ebben a korban, ami 5000 évbe tart, az a Kali Yuga, ez 432000 évig tart, és még az első 5000 évben vagyunk. Ebben a korban a Yuga Dharma, az Harinám Sankirtan. Énekelni, az úszán nevének éneklése. És ez a jóga folyamat. És ugye ez érdekes, mert hogy minden más vallás, ez nem csak a jóga irománya, hanem minden más spirituális folyamatban keresztények, megnézed, iszlám, mindenhol ez van, nincs, hogy az úszán neve. Énekelj, kirtan. És ez lesz az, ami, ez annyira egyszerűek vagyunk, ugye? Szóval megmondani egyszerűen, hogy mondok. Ugye? Nincsenek jó tulajdonságaink. Ez egyetlen dolog, ami bennünket ki tud emelni, az, hogy énekelsz. És egy olyan meditáció, a kirtan jóga, egy olyan meditáció, ami mivel hogy a mantrát éneklődés, a zenei környezet és az energia együtt, ez egy olyan koncentrált meditáció lesz, amit ha csak leül meditálni, valaki elmegy a Himalájába, nagyon-nagyon magas szinten lévő jogik tudják azt a fajta koncentrációt, meditációt megszerezni, amit beülsz egy kirtan jogába, és így hittem csak így magával ragadni az elmet, és órákon keresztül lehet énekelni, és úgyhogy kész. Nagyon egyszerű folyamat, és a leghatalmasabb folyamat. És ezért mondják azt, hogy minden más joga folyamat is ebbe a korszakba bele kell tenni valamilyen mantrákat. Szóval ezért mondom, hogy nálam is joga órán általában mindig mennek mantrák. És most dolgozok azon, hogy egy olyan jóga óra típus csinálni, aminek az lesz hálmasára elárulom titkot. Nem mondom, hogy kapcsoljuk ki. De fogok csinálni egy jóga sorozatot, amihez minden álszanához lesz a mantra. És lesz, mert már most stúdióban csináljuk a zenét, hogy percenként lesz, és másik Vishnunak az ezer nevei közül lesztek kiválasztva a fő nevek, és azokat a mantrákat lehet majd mondani, meg meditálni közben rajta, és az a zene fog menni, és akkor úgy lesz, hogy a úgy váltja benne a
tadászana, azt már csak haladóbbak tudják, majd az nem egy kezdő óra lesz. De ez lesz, mert akarok ilyet, és ez a jogázásnak a tökéletes, az ászana gyakorlásnak is ez a tökéletesség. Az, amikor már az ember nem csak az ászanákról figyel, hogy most hogy kell, meg mit kell, meg magyarázni, hogy ne szakadjon a lábam, hanem ez egy dinamikus meditáció lesz a szűz ászana gyakorláson keresztül, hogyan tudsz elmerülni a mantrában. És így lesz, az lesz a mantrászana. Szóval ez az, amit most dolgozok. Senki nem csinálja a világon. Jiva Mukti sok elkezdtek volna hasonló dolgot, de az egy kicsit más. Az más. Az elején, meg a végén énekelnek, meg közül megállnak, egy kicsit beszélnek, de ez egy olyan folyamatos, mint egy kicsit ilyen vinyánszaplós dolgot, és akkor csak mantra és elszállni, és nem látom meg közben, és nem jól lesz, nem fog tetszeni nekem.